Ez a vers csak egy fűzölt fonál, amit kibontasz, majd ismét összefűzöl. Ez a vers csak egy vászon, amit az árvíz folyton összefűz, aztán széttép. Fénylik benne a fűzöld, átsüt rajta az égkék. Viszi a szél a felhőt, majd reád adja végképp. Ez a vers csak egy kendő, ez a vers csak egy vázon. Ott alszik benned, érzed, mint egy kis belső medve. Add rá, hogy meg ne fázzon, és legyen élni kedve. Add rá a benned alvó gyanútlan kisgyerekre, ki benned forgolódik, csak forgolódik egyre. Tisztelettel köszöntöm a nézőket a Pilis Csabai temetőből, ahol a november 5-én elhunyt Szőcs Géza, József Attila és Kossuth Díjas erdélyi magyar író, költő, újságíró, politikusnak adják meg a végtisztességet családtagjai és tisztelői. Béli Ádám vagyok. Az elmúlt percekben Szőcs Géza, Add rá a benned alvó gyanútlan kisgyerekre című versét hallották Rátóti Zoltán színművész előadásában. Ezzel a költeménnyel tisztelegtünk az író, költő, újságíró, politikus emléke előtt. Szőcs Gézát a miniszterelnökség saját halottjának tekinti. A Pilis Csabai temetőben református szertartás keretében helyezik örök nyugalomra. A gyászszertartáson Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke is részt vesz, és búcsú beszédet mond. Szőcs Géza 1953-ban született Marosvásárhelyen. 1979-ben bölcsész diplomát szerzett a kolozsvári Babesbolyai Tudományegyetemen. Első verses kötete 1975-ben jelent meg, Te mentél át a vizen címmel, amellyel elnyerte az Írószövetség díját. Verseiben egyre nyíltabban fogalmazta meg az akkori romániai politikai gyakorlat által felszámolásra ítélt kisebbségi magyarság sorskérdéseit. Szerkesztőként is az erdélyi magyarság szellemi ellenállásának igyekezett teret adni. A Kolozsvári Egyetem Equinox című lapját szerkesztő társával közösen nagy jelentőségű szellemi műhelyé formálta, majd 1977-től 81-ig az Igazság című lap irodalmi munkatársa volt. 1981-ben az Ellenpontok című szamizdat egyik létrehozója és vezető munkatársa volt, közben elnyert két külföldi ösztöndíjat. Az egyik Bécsben a Herder Alapítványé, a másik a Nyugat-Berlini Egyetemé volt. Barátai, munkatársai, mindazok, akik személyesen vagy a televízión keresztül követik ezt a gyászszertartást. Mai világunkban mindent, ami nagyobb érték számunkra, jelszavakkal, jelkóddal védünk. Akitől most búcsút veszünk, egyetemes ember volt. Eligazodott az élet legapróbb részleteiben és legnagyobb összefüggéseiben is. Képes volt ezeket a végpontokat összekötni úgy, hogy közben kiszínezte a saját, de barátainak, olvasóinak a világát is. Szőcs Géza élete és életünkben is folytatódó életműve nagy érték számunkra. Ezért az ő személyéhez tartozó jelkód József Attila szavaival fejezhető ki talán a legjobban. Csak az olvassa versemet, ki ismer engem és szeret. Ez lehetőség is, hogy elmélyedjünk abban, hogy ki is volt ő, mit adott a világnak. E bevezető gondolat után Kővári Eszter Sára énekével veszi kezdetét a gyászszertartás református liturgia szerint. Thank you.
Áldott az Isten, amis Urunknak, Jézus Krisztusnak adja, Atya, az irgalom Atya, minden vigasztalásnak Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassuk egymást. Jászoló gyülekezet, Krisztusban kedves testvéreim, összejöttünk, hogy utolsó Isten hozzádot mondjunk ebben a földi életben Szőcs Gézának, akit életének 68. évében szólított haza Teremtő Ura. Keressük Isten közelségét, vigasztalását, és együtt valljuk meg azt, hogy ki volt ő, és ki nekünk, Isten és az ember. Gyertek, imádkozzunk! Mennyi édes atyánk, a Jézus Krisztus által! A halandót visszatéríted a porba, és azt mondod, térjetek vissza, emberek! Miközben ezt kéred tőlünk, elveszed szerettünket, és nagyon fáj ez nekünk. Sok kérdés és érzés kavarok bennünk, amire válaszokat és megnyugvást csak nálad találunk. Urunk, köszönjük neked elhunyt szerettünk életét, és mindazt az áldást, amit rajta keresztül családja, barátai, népe javára fordítottál. Köszönjük az életét, a tehetségét, amivel maradandót tudott alkotni mi közöttünk. Akaratodban megnyugodva engedjük őt hozzád, aki már akkor ismerted és szeretted, mikor egyetlen napot sem élt még itt közöttünk. Hittel valljuk, hogy tőled jött és hozzád megy, és az mi egyetlen vigasztalásunk. Kérünk, hogy a Szentlélek által csendesítsd a szívünket, erősítsd hitünket. Kérünk, hogy az emberi szavak üzenetté formálódva szíven találjanak, és érezzük meg a te jelenlétedet. Minden vigasztalás, Istene, könyörülj rajtunk. Fiad nevében, az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. A 90. Zsoltár első versével valljuk meg Istennek örökké valóságát és az ember mulandóságát. Istennek igéjét, mely alapján ma a Szent Lelke segítségével a feltámadás evangéliumát hirdetni kívánom közöttetek, írva található Dániel könyvében, a 3. részben a 14. verstől, majd Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelének 5. részének az első 5 versében. Így szól hozzánk Istennek írott igéje először Dániel könyvéből. Nabukadnezár ezt kérdezte tőlük, Sádrák, Mísák és Abádnegó,
Igaz-e, hogy ti nem tisztelitek intelmeimet, isteneimet, és nem hódoltok az aranyszobor előtt, amelyet felállítottam? Készek vagytok-e most, ha meghalljátok a kürt, síp, citera, hárfa, land, duda és mindenféle hangszer hangját, leborulni és hódolni a szobor előtt, amelyet csináltattam? Mert ha nem hódoltok, azon nyommal bedoblak benneteket az izzó tüzes kemencébe. És van-e olyan Isten, aki az én kezemből ki tud szabadítani benneteket? Sádrák, Mírsák és Abednego így válaszolt a királynak. Ó, Nabukadnezár, nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Így ír Pál. Mivel tehát megigazoltunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Eddig Istennek írott igéje. Krisztusban kedves testvéreim, gyászoló család, gyászoló gyülekezet. Melyik madár repül a legmagasabbra, tudakoltam Schwarztól? A vadlód. Miért? Ő jár legközelebb a mennyországhoz. A mennyország nem egy hely. Nem az égben van. Így szokás mondani, de ez csak azt jelenti, hogy hozzánk képest valahol nagyon fenn, sok-sok emelettel fennebb. És hogy lehet oda feljutni? A mennyországban nem vezet létre, főleg nem olyant, amit mások ácsoltak. Nekem kell elkészítenem? Nem. Hanem neked magadnak kell létrává lenned. Azt mondod, nem az égben van. Hol van a mennyország? Állítólag a lélekben van, miként a pokol is. Egy helyen. Igen, egyszerre vagy egymás után. Olyan lehet ez, mint a székelykocsárdi váróterem. Az egyik bejáratára az van írva, hogy első osztályú váróterem, a másikra, hogy másodosztályú. És valójában hányadosztályú? Valójában egy folyosó. Ezt a napló jegyzetet Szőcs Géza Limpopó című könyvéből, amit nekem dedikált, idéztem. Ő dedikálta és ajánlotta egyszer Sáros patakon. Örömmel és barátsággal, hogy nem csak Pilis Csabán a szomszédja, hanem Sáros patakon is találkozhat vele. És találkoztunk. És ami személyes kapcsolatunk Géza családtagjai, barátai és a gyülekezet közösségeben vált élővé. Mindig velük együtt, velük közösségben, szeretteinek hátországaként, támaszaként volt jelen az életünkben, a gyülekezet életében. Majd a végig imádkozott utolsó hetekben pedig egészen közel voltunk egymáshoz, és vagyunk most is. Életünk ideje 70, vagy ha feljebb 80 esztendő, olvassuk a 90. Zsoltárban. 67 év itt a földön emberi gondolataink szerint igen kevés. Isten azonban nem számokban méri életünket, hanem akkor hív haza, amikor elvégezzük a ránk bízott feladatokat. Az élet nem rövid vagy hosszú, hanem bevégzett vagy bevégezetlen. 67 évbe sűrűsödött bele a végtelennek tűnő elnyomás, a változások megrendítő ereje, az alkotás termékeny időszaka, láthatóvá váltak maradandó és pusztulásnak kitett értékek, és minden egyszerre itt 67 évben. Egyik közeli barátja szerint ő három ember életét élte. Szőcs Géza ilyen koncentrált, tartalmas, földi léletet kapott az Istentől. Élete egyszerre volt a szabadságért küzdő, és a szabadságot elfogadó lét. Mert van olyan szabadság, amiért küzdeni és harcolni kell, és van olyan szabadság, amit el kell fogadni, mert azért már valaki küzdött és harcolt. Sőt, az életét is odaadta, hogy az embereknek ajándékozzon ezzel együtt mindent. Jézus Krisztus értünk vállalt szenvedése, halála és feltámadása az,
a megkapott szabadságunk, ha őt urunknak valljuk. Szőcs Géza mindkettőnek részese volt. Hogy melyik volt az erősebb, a megnyert vagy az elnyert szabadság, a megvalósult kérések és pontok vagy az ingyen kapott kegyelem? Én biztos vagyok benne, hogy az Istentől kapott kegyelem szabadít fel bennünket a másokért való cselekvésre, és hiszem, hogy a kegyelem szabadsága a szabadságért folytatott küzdelemnek erőforrásává lehet, szolgálattá nemesíti és távlatokba helyezi. Ha visszagondolunk Géza életére, tevékenységére, munkásságára, így volt ez nála is. A kegyelem szabadsága a szabadságért folytatott küzdelem erőforrásává válik. Hallottátok az igét az Ószövetségből, Dániel könyvéből, Dániel három barátjának a történetének a végét. Ők Júda törzséből származó ifjak, Babiloniában élnek fogságban. A király és az emberei minden eszközt megragadnak arra, hogy felettessék velük származásukat, saját népük emlékét, hogy megtagadják hitüket, és a király által felállított aranyszobor előtt hódoljanak. Az Isten nevét magukban hordozó ifjak nevét megváltoztatják, új nevet, új identitást adnak nekik, kényszerítenek rájuk. Fenyegetéssel akarják őket rávenni, hogy Isten helyett az aranyszobor előtt hódoljanak. Ők azonban megtagadják. Megtagadják a király parancsát, és vallást tesznek Istenbe vetett hitükről. Kitartással megvallják, hogy Istennek elegendő ereje és hatalma van arra, hogy őket megszabadítsa a tüzes kemencétől, de ha nem tenné is, ha meg kell halniuk, még az életük sem olyan drága, hogy megtagadják Istenüket. Azt mondják, mi nem aggodalmaskodunk, az életurát választjuk a túlélés helyett, vállaljuk a veszélyt az igazságért, mert Istennél elegendő védelmet találunk. Elismerik és beismerik és megvallják, hogy az Istennek mindenet felett való jó az akarata. Akár még az ő nemes és célatörő akaratukkal szemben is. És pontosan tudjuk a történet végéről, hogy a király a kemencében négy alakot lát, mint valami Isten a negyedik. Szőcs Géza életútjának egy szakaszában otthon, de mégis idegenben, majd idegenben, de mégis otthon, vállalta a népért, a kultúráért, a nemzeti identitás megőrzéséért a megpróbáltatásokat. Kolozsvárról Kolozsvárra hosszú út vezetett, de nem volt egyedül. Többszörösen nem volt egyedül. Mert a kegyelem szabadsága a szabadságért folytatott küzdelem erőforrásává válik. De a kegyelem szabadsága szolgálattá nemesíti azt a küzdelmet, amit a szabadságért folytatunk. 10 évvel ezelőtt így írt Géza. Meghatározni nem fogom magam, de azok számára, akik foglalkoznak ilyesmivel, a következő támpontokkal szolgálok. Úgy gondolom, hogy szeretnünk kell ellenségeinket is, mint fele barátainkat, és fele barátainkat, mint önmagunkat. Majd tovább. Osztom azt a meggyőződést, hogy a rosszat nem győzheti le a kisebbik rossz, csak a jó, de védem a rosszat a még rosszabb ellen. Így élni csak azok tudnak, akik ismerik Jézus Krisztust. Így élni csak akkor tudunk, hogyha közösségben vagyunk az Úristennel. Vagy olyan Pál írta, Jézus Krisztus által járhatunk hitben, ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk. Mert a kegyelem, Isten nekünk ajándékozott, általunk meg nem érdemelt jó indulata és szeretete irántunk. A kegyelem elfogadottság, ami felszabadít a szolgálatra. Az Istennel való folyamatos és szilárd kapcsolat, amiben értelmet nyer a szenvedés, a küzdelem, a megpróbáltatás, és az általa megkapott békesség arra buzdít, hogy tudjunk hálát adni, másokért cselekedni, szeressük az életet és egymást. A megpróbáltatások által álhatatosságra nevel bennünket az Úristen, hogy érett jellemmel bíró, szolgálatra kész gyermekei lehessünk. Mint a tűzben megpróbált arany, ami tisztává lesz, mentessé lesz minden szennyeződéstől és ragyog. Gyászoló testvéreim, most nekünk is erre a bizonyosságra van szükségünk. A halál és az elmúlás nagyon közel jött hozzánk, de hiszem, hogy az Isten még közelebb van. És ha az ő szeretetébe belekapaszkodva tudjuk azt mondani,
hogy még a megpróbáltatások közepette is ő velünk van és megtart. Így tudunk kitartani álhatatosan, így tudunk reménykedni, így tudunk vigasztalódni. Itt tudott a kegyelem szolgálattá nemesíteni a szabadságért küzdő ember életét. A Krisztusban elnyert kegyelem azonban távlatokba is helyezi az életünket. Azt olvassuk a Szentírásból, hogy a kipróbáltság reménységet szül. Életünkben olyan gyakran előfordul, hogy nehézségeinkbe beleragadunk, vagy éppen az örömeinket tartogatva csak a jelen pillanatnak az érzései határoznak meg. Csak annyit gondolunk egy picit előre, elképzeléseinket csak egy picit előre engedjük. Nagy ajándéka az Úristennek az, hogy ő megnyitja a jövőt, távlatokba emel és felemeli az ember életét. És nem csak a múló időben enged bennünket tovább élni, hanem reménységgel tekinthetünk úgy előre a jövőbe, amiben ő megvalósítja, teljessé teszi mindazt, amit számunkra elkészített. A reménység fokozott várakozás, kitágított jövő, amiben azt kapjuk meg, amit az Isten az övéinek elkészített. És a reménység nem fog bennünket cserben hagyni, mert Isten soha nem hagy bennünket cserben, hiszen ő a reménységnek, az reménység az ő szeretetén nyugszik. Most, amikor véglegesnek látszik a halál, meg a koporsó, meg az elmúlás, akkor ebből a reménységből táplálkozva kapunk erőt a veszteség elhordozásához, a vigasztalódáshoz. Bizalommal és meggyőződéssel valljuk az élő Istenünkről, hogy tőle semmi el nem választ, még a halál sem, meg a fájdalom sem. Mert ő legyőzte a halált, és az övéit a feltámadásban részesíti. A kegyelemben elnyert szabadság távlatokba helyezi az életünket. Húsvétkor a feltámadás ünnepén, jó lehet nem tudtunk úrvacsorai közösségben együtt lenni, de a gyülekezetben Gézáékkal együtt vallottuk meg a feltámadásba vetett hitünket, és erősítettük egymást, és kimondtuk nem egyszer, nem kétszer, hogy a húsvét az élet ünnepe. Atyánk, mi rajtunk minden pillanatban a pusztulás fogsora összecsattan, de folyton folyvást föltámasztva minket, összegombolod rajtunk újra és újra életünket, mint meleg, piros inget. Isten, köszönünk mindent, s ha elrejtőznél egyszer a végtelen időben, templomi festett képen vagy kifaragott kőben, kérünk mi, atyánk, engedd, hogy megtaláljunk téged egy kukoricaföldön, vagy emöntekijőben, írta Géza. Amen. Gyertek, válaszoljunk az ige üzenetére, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük neked, hogy nem hagysz bennünket magunkra, míg most sem. Nem engeded, hogy uralmat vegyen fölöttünk az utolsó ellenség, a halál, hanem legyőzted, hogy az életben és a feltámadásban legyen része a tieidnek. Kérünk téged, hogy hitáltal ajándékozz meg bennünket azzal a bizonyossággal, hogy ne csak azt lássuk, ami a szemünk előtt van, hanem azt, ami a szemnek láthatatlan, de szívünkben, lelkünkben élő valóság, téged, magadat. Hozzád engedjük szerettünket, akit te nálunk is jobban szeretsz, nálunk is jobban tudsz szeretni. És hozzád jövünk mi is, mert csak nálad van a megnyugvás életben, halálban, örök életben, feltámadásban. Légy a gyászoló család tagjaival, te töltsd be az apa, a férj, a testvér hiányát okozó űrt. A te szereteteddel legyen tele, hiszen tudjuk, hogy a te akaratod mindenek felett való jó és javunkra való. Keresd mindnyájunkat, és ajándékozz meg bennünket azzal, amire a legnagyobb szükségünk van. Tőled várjuk a válaszainkat, bizonyosságunkat, vigasztalódásunkat, erőnket. Tőled várunk mindent. Fiad nevében, az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Tisztelettel felkérem Korpa Tamást a fiatal költők nevében, majd Orbán János Dénes költőt, az előre tort helyőrség íróakadémia elnökét, hogy egymás után mondják el beszédeiket.
Kedves Géza, szeretném elmondani neked, hogy a Sirálybőrcipő különös és megejtő című könyved megváltoztatta az életemet. A költészethez és az anyanyelvhez való viszonyomat, vagyis az irodalommal mért életemet is. Váratlanul, keresetlenül derült égből, már amennyire derült lehetett egy 12 évvel ezelőtti novemberben, az ég a debreceni Egymalom Antikvárium felett, ahonnan kiléptem a könyvvel, derült égből, megbicsaklott, aztán első kábulatból felrepesett bennem a lélek, ahogyan ezt olvastam boldog átsorgás közepette. Bezúzott arcában két bogyó úgy remeg, mint forró vaslapon hideg eperszemek. Hideg forróság öntött el, mint azóta olyan sokszor, ha a verseidet olvasom. A kibudjanó és a vaslapra odatapadó, odaégő eperíze, csöndes eufória, füstölgő gyümölcs. Aztán jöttek a többiek. Szőnyeg a Kolozsvári utcán, egy éjszaka Velszben, egy januári délelőttön. Elbűvölt és kétségek között hagyott, hogy a Valdemár Dálányai című felejthetetlen nagy kompozícióban Farkas Árpád egyik versét úgy írtad át 10 változatban, úgy líra konfiguráltad, úgy folklorizáltad, hogy az utolsó szövegben egyetlen sor sem egyezik meg az eredeti művel, mégis belesimul, majd kiválik a szövegfolyamból, és a létrehozás, a keletkezés, a vers mint hömpölygő képződmény megvilágosító példája tud lenni. Ércnél maradandóbb szobraid ott világítanak a papír talapzatán. Vízi Szent György és a víziló, a mindenség lovas szobra, amit az átvilágított Erdély hoz át a határon önnön testében, és a vámosok elképedve nézik. A szamosi aranymosók emlékműve, vagy az Egy szerelem teljes története című szövegben, ott egy befényképezett konkrét új lenyomat, bárki felpróbálhatja, összemérheti a magáival ezt az új lenyomat emlékművet. Tisztelt tanúságtevő gyülekezet! Szőcs Géza kivételes tehetségű költő volt, aki talentumait élete során megőrizte, gyarapította, nagy hatású verses könyvek sokaságában tette közkincsé. Már indulása, majd első kötete is valóságos paradigmaváltást jelentettek a romániai magyar költészetben, mind az idősebb, mind a fiatalabb generációkat inspirálta, hatása korántsem lokális volt csupán, messze túlterjedt a költői iskolákon, műhelyeken és az országhatárokon. Szőcs Géza költészete úgy folytat végeérhetetlen párbeszédet a sokszálú hagyománnyal, hogy közben sosem engedi elfelejtetni a líra zavarba ejtő, nyelvjátékos, az esetlegességeknek és keresetlen összehangzásoknak is engedő természetét. A nekrológ végén a Nekrológ című poémából idézek. Nem ér annyit a világ mindahány nekrológia, amennyi egyetlen rövid, félórás föltámadás volna. Egy félórás föltámadás. Szabadság, spiclik, dörzspapír, sétatéri hattyúszárny, gyönyörűen viharvert tengerészkabát. 20 méter hosszú sál, olyan szépen elrendezve, mint egy kinyíló zuhanó ejtőernyő. Albatrosz, indián szavak, albatrosz, spiclik, dörzspapír, indián szavak a rádióban, szabadság, befalazott lábnyomok, homokóra, mely szüntelenül, megállás nélkül forog, folyton pereg. Nyugodj békében, a boldog feltámadás reménye alatt. Kedves gyászoló család, kedves gyászoló gyülekezet, barátaim,
Tisztelt magyar honfitársaim határon innen és túl, nyájas olvasók, drága Gézám, mert még mindig nem tudom elhinni, hogy nem a legújabb csínyednek vagyunk tanúi. 1993 tavaszán egy versrajongó ifjú, aki maga is kacérkodott már a múzsákkal, kerékpározott a kolozsvári fürdő utcában, amikor a Forma 1-es járgányokéval vetekedő sebességgel elhúzott mellette a hírhet fekete Audi Avant, melyel egy híres poéta folyamatosan veszélyeztette a maga és az útjába kerülők életét. Mint oly sokszor, ezúttal is csupán egy hajszálon múlt a tragédia, de végül az olvasók nem csemegészhettek Szőcs Géza víjoni bűnbánó lírájából, ellenben megismerhették az enyémet és nemzedéktársaimét. Bizonyára vannak olyanok, akik így utólag visszatekintve a fordított verziót preferálnák, ám a legnagyobb író, aki a történelmet és ezen belül az irodalom történetet is jegyzi, így óhajtotta. Az ifjú poéta még csak nem is szitkozódott, sőt, egyenesen megtisztelve érezte magát, hiszen nem mindegy, hogy az ember fiát egy költőóriás, vagy csupán egy közönséges halandó sodorja el. Kivált kép, hogy elsodrásról szó sem volt, mindössze egy kis esésről, amelyet a száguldó jármű szele okozott. A Vátesz észre sem vette ezt a jelentéktelen történést, hiszen szokása szerint agyának egyik féltekéjével a nemzet megváltásán gondolkodott, a másikkal pedig azon elmélkedett, hogy amennyiben ő leír egy olyat, hogy a borszarvú, vagyis a vinocérosz, akkor vajon akad-e élő vagy holt nyelv, melyen ezt ugyanígy el lehetne játszani. A harmadik féltekével, mert neki olyan is volt, pedig valami olyasmire gondolt, amiről nekünk fogalmunk sincs, de egész biztos nem a közlekedési és egyéb halandók által írt szabályok betartásán töprengett. Este aztán lehetett dicsekedni ezzel a kocsmában, és napokig szájról szára járt a bölcsészkaron, hogy OED-t szinte elgázolt a Szőcs Géza. Volt nagy irigykedés. Mert bizony ott és akkoriban, a rendszerváltást követő évek Kolozsvárján ilyen kultusza volt az irodalomnak és Erdély költő meg író fejedelmeinek. Az ugandai viszonyok közepette tombolt a poézis, és nem volt kérdés számunkra, hogy a világot csak egyféleképpen lehet megváltani az irodalom révén. A lelkesedés és a tehetség megvolt hozzá. Már csak az a három dolog hiányzott, ami a háborúhoz is kell. És akkor, nem egészen másfél évvel a kerékpáros incidens után, megjelent Géza, mint egy jóságos Mikulás, és elhozta ezt a három dolgot. Egyszerűen besétált a mindenkori kolozsvári magyar egyetemisták, mindenkori irodalmi körének, mely akkor éppen Bretter György nevét viselte egyik ülésére, kicsit figyelt, picit szundikált is, majd meghívott bennünket egy kocsmába, és szürreális ajánlatot tett. Fiatal irodalmi lap, könyvkiadás, műhely, mozgalom. Paradigmaváltás. Egy vékony kötetnyi vers és három beszélgetés elegendő bizalmi alap volt számára, hogy ennek a műhelynek mind a szellemi, mind az adminisztratív vezetésével megbízzon. Engem, az alig 21 éves legénykét. Ráadásul korlátlan jogkörrel ő maga soha semmibe nem szólt bele. És mindaz, ami ezelőtt még ábránt sem volt, ott és akkor testet öltött, olyan mértékű és színvonalú tehetségkutatás és tehetséggondozás indult be Erdélyben, melyre nem volt még példa a Kárpát-medencében. Ez volt az előretolt helyőrség mozgalom, amelyből aztán két évtized múlva kinőtt a Magyar Állami Íróakadémia is. Egy évtized leforgás alatt akkor fél száz fős utánpótlás nevelkedett ki, hosszú évtizedekre biztosítva az erdélyi magyar irodalom fennmaradását, ugyanakkor az összmagyar irodalommal való egyesülését is. És mindez ennek a furcsa, mackószerű űrlénynek köszönhető, aki bármilyen áldozatot képes volt meghozni azért, hogy egy-egy újabb kiadvány megjelenhessen, vagy történjen egy jó kis polgárpukkasztás. Valami új, valami szokatlan. Szőcs Géza legnagyobb tanítása ez volt. Óvakodjunk mindentől, ami szokványos. A legfontosabb izgalmasnak, érdekesnek, különlegesnek lenni, nem pedig tökéletesnek. A tökéletesség a középszerűek vágyálma, ők azok, akik a végletekig kimunkált részletekkel próbálják ellensúlyozni
a sziporkázó ötlet hiányát. És ő maga járt elől a példával. Versei a legfurcsább helyzetekben és legtöbbször percek alatt születtek. Ha lesz emlékmúzeuma, abban nem lesz íróasztal, mert Szőcs Gézának nem volt ideje egy ilyen négylábú segédeszköz előtt üldögélni és fölötte révedezni. Nem volt nála elfoglaltabb, zsúfoltabb és bonyolultabb életű programú honfitársunk, de hát a világ irodalom által történő megváltása mindennél komplikáltabb. Szőcs Géza már nem ír többé, de fogunk róla írni könyveket. Ezekben a könyvekben szívszaggató fejezetek szólnak majd a barátság metafizikájáról. A szerető gondoskodásról, mellyel irodalmi gyermekeihez viszonyult. A páratlan, excentrikus egyéniségről és tehetségről. És persze lesznek benne anekdoták az örök kisfiúról, a kópé életművészről, a tréfamesterről is. Mint egy kis belső medve, írta ő. Mint egy nagy belső medve, írom én. Ő lesz a bennünk élő költő mackó. De arról is fognak szólni ezek a könyvek, hogy halálával irodalmunk nem csak legnagyobb költőjét, hanem egyik legfontosabb egyszemélyes intézményrendszerét is elveszítette. Hogy fölborult az irodalom ökológiai egyensúly, mint mindig, amikor a regnáló költőfejedelem távozik. Csak abban bízhatunk, hogy az a típusú irodalmi tehetséggondozás, melynek Szőcs Géza volt az atya és patrónusa, és amely napjainkra művészeti főiskolai szintre nőtte ki magát, olyan trónörököseket nevel ki, akik tovább viszik az örök költészetet. Ha akkor a száguldó Váltesz halálra gázol, és megtudja, hogy egy ifjú poéta az áldozat, minden bizonnyal vezeklésből megírta volna helyettem az életművemet zsengény stílusában. Hidegrázóan megnyugtató, hogy a költészetet nem lehet elpusztítani. De a költő meghal, és legtöbbször felháborítóan korán, és szeretne költőjén meghalni. A halálfélelmet nem ismerő Szőcs Géza mindig maga biztosan vágta le a kanyart, és olyan lélekvesztő repülő alkalmatosságokra ült föl mosolyogva világutazásai közepette, melyekre a pilótát is fegyverrel kellett fölkényszeríteni. Kórházi ágyban, párnák közt, sem ő, sem más nem hitte volna. Akkora költő volt, hogy egy külön forradalmat kellett volna kirobbantani számára, hogy abban veszítse el életét. Másképp történt. A nagy belső medve megunta a lélegeztetőgépet, és leszállt róla. Még láthatjuk, amint lecammog a kórház elé, ott áramvonalas fekete sportautóba ül, tövig nyomja a gázpedált, és miközben telefonál, adatokat visz be a menedzser kalkulátorba, szívja a vastag kubai szivart, 120-szal tép a főváros utcáin, és csak úgy ugrálnak félre a bringázó tollforgató palánták, arra gondol, milyen lassú, patetikus mozdulattal vághatta föl az ereit egy madagaszkári törzsfőnök lánya, aki beleszeretett abba a francia káplárba, aki lelőtte Benyovszky Móricot, Madagaszkár magyar királyát, és szolgaként követte őt egy Toulouse melletti falucskába, ahol a legényt menyasszonya várta egy másik szerecseny leány, egy másik egzotikus hadjáratból. Valami ilyesmit gondolt volna, de még ennél is sokkalta bonyolultabban, és persze sajátos rímekben. A magyar költészet legszebb szerelmes sorai immáron sírversé, a tengerek túli vizekké lényegültek. Ha bálnák volnánk, delfinek, nem tudná soha senki meg, hogy hol kószálunk kedvesem, szabadon, sósan, nedvesen. Rejtegetnének mély vizek, el nem árulva senkinek, merre kísérjük egymást ketten, szerelmes, lázas delfinek, éjszakákban és tengerekben. Isten nyugtasson, drága Gézánk! Köszönöm a megemlékező gondolatokat. Szőcs Gézát idézem. Egy korszerű nemzeteszme híve vagyok, egy korszerűtlen nemzeteszmével és egy korszerűtlen nemzetköziséggel szemben. Segíteni szeretném a gyengét, az elesettet, a hátrányos helyzetűt, a kicsit. De nem szeretnék kicsi lenni, és nem üzenem senkinek, hogy merjen kicsi lenni, hanem arra szeretnék bíztatni mindenkit,
hogy egy sikeres és megbecsült nemzet tagja akarjon lenni, és azt is gondolom, hogy az ország újraépítésének a fejekben és a lelkekben kell elkezdődnie. Tisztelettel felkérem Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét búcsúbeszédének megtartására. Tisztelt gyászoló család, tisztelt gyászoló gyülekezet! Nehéz elköszönni Szőcs Gézától. Több voltál, mint barát, mentor, stratégosz, lelkitámasz voltál. Amikor fontos beszédek előtt gondolathiány vagy a lelki üresség beszorított, ikletadó, sőt intellektuális életmentőm is voltál. Szőcs Géza több volt, mint kortárs költő, több, mint politikus, több, mint közéleti személyiség, és több volt, mint tanácsadó. Mindig többet kaptam tőled, mint vártam, és többet, mint amennyit megérdemeltem. Egy olyan baráttól búcsúzom, akivel nem csupán a múltunk közös, de a jövőt is együtt terveztük. Szőcs Géza jövő idejű barát volt. Soha nem dőlt hátra, és soha nem tudott pihenni, még a megérdemelt babérjain sem. Újabb és újabb célokat tűzött ki, újabb és újabb feladatok után kutatott. Minden egyes megbeszélésünkre zsáknyi ötlettel és munkával érkezett, amit persze javarészt nekem kellett volna elvégezni, az ő segítségével. Szó szerint a legjobb munkaadóm volt. Még csak 10 napja ment el, de már hiányoznak a rám kirótt penzumai. Hol, mit és hogyan kellene megszerveznünk, megmentenünk vagy újjáépítenünk. Az alkotás öröme éltette a legszürkébb és legnehezebb hétköznapokon is. Nem engedett sem 48-ból, sem 56-ból, sem 89-ből, de nem engedett 2148-ból, 2256-ból és 2389-ből sem. Hitt, biztos volt benne, bármiben lefogadta volna, hogy Magyarország és a magyar nemzet nem csak volt, hanem lesz is. Tektonikus képzelőerővel bírt. Azt a különleges világot, amelyet magában hordott, és amelybe olykor-olykor nekünk, egyszerű halandóknak is bepillantást engedett, szó szerint csak szempillantásnyi időre, ezt a világot mély és pontos erkölcsi érzékkel építette föl. Természetes volt számára, hogy a számos jövőből, amit ő el tudott képzelni, mindig a nemzet és a haza számára legjobbat válassza ki. Valójában erre akart rábírni minket is. Ami nekünk kalandornak vagy fantasztának tűnt, az ő fejében és szívében maga volt a nemzet jövője. Kedves barátaim, vannak emberek, akiket semmilyen skatujába nem lehet besánfázni. Túl tehetségesek, túl szabadok és túl öntörvényűek, hogy bármiféle osztályozó logikának engedelmeskedjenek. Szőcs Géza volt. Ahogyan 2 évszázada mondta egyik szellemi társa, költőjen lakozott ezen a földön. S valóban igazsága költői igazság volt, mértéke a föld és ég közötti. Ez okozhatta azt a fizikai csodát, hogy robosztus alkata ellenére inkább könnyednek tűnt, a föld és a gravitáció nem húzta le, nem járt, szinte lebegett. Bár képessége, műveltsége és az esze is megvolt hozzá, mégsem akart filozófussá válni. Azt hiszem azért, mert tudta, hogy mi magyarok a metafizikát versben értjük és versben éljük meg. Lehetett volna akadémikus polihisztor is, ehelyett ő
a történeteinket mesélte nekünk újra és újra. Tudta, hogy a magasban lebegő hazát valakinek le kell horgonyozni az anyaföldre. Saját életét élte. Meggyőződése volt, hogy ez nem csak neki jó, de jobb így mindannyiunknak. Amikor szembesítették azzal, hogy nem csapatjátékos, azt mondta: a csapat fontos, sokszor létfontosságú. De még a legjobb csapatok is az egyéni képességekre és teljesítményre épülnek, meg persze ezek összhangjára. Felfogásában az összhang Szőcs Gézás lényege abban állt, hogy nem azok ellen harcolunk, akik szemben állnak velünk, hanem azokért, akik mögöttünk vannak. Hitte, úgy hitte, ez az egyszerű igazság elég, hogy megteremtse a harmóniát a mi kesze-kusza frontvonalon harcoló csapataink között is. Tisztelt gyászoló gyülekezet! Sokan gondolják, hogy a hatalmat, a kormányzati hatalmat jóra kell használni. Géza volt az, aki megtanította nekünk, hogy ez nem elég. A hatalmat arra kell használni, hogy a legnagyobb dolgokat vigyük vele véghez. Ez választ el, és ez különböztet meg. Fölfelé, a látóhatár fölé, a csillagok felé kell törekedni, a távlatoktól nem megijedni, soha meg nem szédülni. Ha jó Isten hatalmat és erőt adott, és te férfi vagy, és magyar, nem vállalkozhatsz kevesebbre. Számára ez volt a törvény. Hol Königsberget akarta visszacsatolni Európához, hol a Duna virtuális köztársaságot tűzte zászlajára, hol magától értetődő egyszerűséggel összehívta a református püspököket, hogy menesszenek küldötteket Közép-Ázsiába. 2010-ben az első kétharmados felhatalmazáskor Géza türelmetlenül szorgalmazta a keresztény nemzeti alkotmányt. Mi csak sejtettük, de ő látta, micsoda viharok várnak ránk, és tudta, csak akkor bírjuk ki, ha kősziklára építjük a házat. 2014-ben a második kétharmadnál azt mondta: eljött az idő, hogy kormányprogrammá emeljük, mi magyarok nem fogyhatunk el. A népesedés ügyét egy csapásra a kormányzati filozófia középpontjába emelte. Mi csak sejtettük, de ő látta, mekkora vállalás ez. Már 1995-ben azt mondta, idézem: a magyarság térjen vissza a többgyermekes családmodellhez, különben kénytelen lesz telepeseket behívni. És elszenvedni annak minden következményét tehetjük hozzá mi. Ő a saját bőrén érezte, milyen az, amikor saját hazájában szorul kisebbségbe az ember. Azt is javasolta, hogy kutassunk fel minden magyart a nagyvilágban. És ha még így sem lennénk elegen, akkor keressünk olyanokat, akik a leginkább hasonlítanak ránk. Ha most ide képzelem, egy modern Julianus barátot látok, aki éppen induló félben van, hogy megkeresse, ami elveszett. Végül 2018-ban a harmadik kétharmadnál látta elérkezettnek az időt, hogy előhozakodjon újabb nagy tervével, miszerint megmaradásunk nem csupán mennyiségi, hanem minőségi kérdés is. Akkor arra vállalkozott, hogy a magyar géniusz nyomába ered, összegyűjti a magyar találmányokat, ötleteket, víziókat, és a haza szolgálatára bírja a magyar zseniket. Ezt a munkát szakította félbe a halála, és ennek folytatását hagyta ránk egészen addig, amíg be nem teljesedik nemrégiben kifejtett, mondjuk úgy, politikai krédója. Idézem: hiszek abban, hogy a magyar nemzet történelmi küldetést teljesít, és hogy ez a küldetés mélyen összefügg a lelket
és a nemzetet nemesítő csodálatos képességünkkel, a kultúrával. Azt szeretném, hogy tudásközpont épüljön fel e kereszt út hazában, kelet és nyugat, dél és észak, e sokat látott találkozási pontján. Hiszek abban, hogy nemzetünk a legműveltebb nemzetek egyikévé lesz Európában, ha Isten is megsegít. És miért ne tenné? Hiszen egyetérthetünk azzal a vélekedéssel, hogy amíg a nemzet távolodott az Istentől, akkor is közeledett hozzá, csak a hosszabbik utat választotta. Idézet vége. Kedves barátaim, Gézától tanultam azt is, hogy nem minden halandónak van sorsa, egyeseknek csak élete van. Gézának sorsa volt. Ha magyar vagy, a sors definíció szerűen csak nehéz lehet. Ami könnyű, az a magyar felfogás szerint nem is sors. Géza szerencsés ember volt, nehéz sors jutott neki. Szembeszállt a román és magyar kommunistákkal. A zavaros átmeneti időkben halk, de súlyos szavú költőként próbált irányt adni. Köszönjük neked, Géza, hogy világirodalmi nagyság létedre volt ránk időd, a szavak és a szellem szigorú őreként megtanítottál bennünket arra, hogy a szavak higgyának csak akkor van értelme, ha az a mélység fölött vezet át a túlpartra. Tisztelt gyászoló gyülekezet! Magyarok több történelmet csinálnak, mint amennyit el tudnak fogyasztani. Ha ez igaz, ő ízig vérig magyar volt. Több ötlete volt, mint ahányat elbírt a politika. Több szava, mint amennyi a költészetéhez kellett. És több története, mint amennyi a tankönyvekben elfér. Idézem őt. Nem írtam, mondtam és tettem olyasmit, amit szégyelnem kellene. Egyetlen egy szót sem kell letagadnom. Idézet vége. Irigylésre méltó pálya és életív. Nekünk pedig már csak az maradt, hogy ne felejtsük el egyetlen szavát sem. Tisztelt búcsúzók! Géza 1986-ban írt egy verset. Csaba királyfi Szőcs Géza lantján gondoltam, amikor elolvastam. Ismét idézem. Egy napon néhány indián a Bering szoroson át, akármilyen szoroson át, segítségünkre jön majd, segítségünkre jő majd. Átvágja hozzánk magát. Az indiánok nem hagynak cserben senkit, az indiánok nem hagynak cserben minket. 30 évvel később még olvashatta, együtt olvashattuk, amikor az utánunk jövő fiatal farkasok nemzedéke azt írta, kedves Géza, nekünk is írta, hogy az indiánok mi vagyunk. Mi vagyunk azok, akikre vártunk. Igen, Géza, mögöttünk már egy új nemzedék, új hang, új önbizalom. Látod, neked volt igazad, itt az újabb bizonyíték, Magyarország és a magyar nemzet nem csak volt, hanem lesz is. Az egyik legnagyobbtól búcsúzunk, most elmész. Mi, akik maradunk még, tudjuk, hogy a legtitkosabb, szavak nélkül is közös, nagy magyar vágyak kapujában állunk. És tudjuk, hogy amikor kinyitjuk, te ott állsz majd mellettünk. Addig is, Isten veled, kedves barátunk Géza, Isten veletek, gyászoló család, Isten velünk, gyászoló gyülekezet. Köszönöm a megemlékező gondolatokat. Gyászszertartással folytatódik a búcsúztató. A koszorúk elszállítását követően kérem a családot és a meghívott gyászolókat, hogy kísérjük el Gézát utolsó útjára.
Szeretettel kérem a gyülekezetet, hogy imádkozzunk együtt is, mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. A feltámadás és az örök élet reménységében engedjük el minden élő útján Szőcs Géza testvérünket, akit 67 évesen szólított haza Teremtő Ura. Gyászolják őt édesanyja, felesége és kislánya, felnőtt gyermekei édesanyjukkal együtt, vejei, unokái, testvérei, anyósa, apósa, sógornői, unokahugai, keresztgyermekei, barátok, munkatársak, ismerősök, mindenki, aki tisztelte és szerette őt, és így búcsúzom el én is tőle. Azzal a zsoltárral, ami az Isten közelsége túlhajtó ember imádsága, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Mint a szép híves patakra Isten áldását. Az atyának kegyelme, a fiúnak szerelme, és a Szentlélek közössége légyen és maradjon minnyájan mi vélünk. Amen. Need it, ask it,
Korpa Tamás költő, kritikus, szerkesztő, Orbán János Dénes költő, prózaíró, irodalomszervező és Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke búcsúbeszéde és a református gyászszertartás után a gyászmenet utolsó útjára kíséri Szőcs Géza, erdélyi magyar író, költő, újságíró és politikust. Szőcs Géza 2010 júniusától 2012 júniusáig a Nemzeti Erőforrás Minisztérium kultúráért felelős államtitkára volt, utána általános kulturális ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott, 2014 óta miniszterelnöki megbízott főtanácsadó volt kulturális kérdésekben. Hogy erdélyi születését áldásnak vagy átoknak élte meg, arról Szőcs Géza így vallott. Meggyőződésem, hogy ha bármikor és bárhová születek, akkor azt olyan sorsfeladatként fogom föl, ami csak a teljes azonosulást teszi lehetővé. Biztos vagyok abban, ha nem Erdélyben nevelkedem, hanem bárhol máshol, Debrecentől kezdve Kaliforniáig, akkor más ember lennék. Szőcs Géza költői szerepéről így fogalmazott. A magyartól forgató embernek feladata, missziója az egész közösség nevében is beszélni, ha a közösség meg van fosztva attól a lehetőségtől, hogy akaratát megfogalmazza. Én, mondja Szőcs Géza, ahhoz a nemzedékhez tartozom, amelynek azt tanították az iskolában, hogy a magyar költő egy morális lény is, a magánéletben is, de főleg a történelmi elhivatottságát tekintve. Valakinek ki kell mondani azt, amit mások esetleg nem mernek, vagy nem akarnak, és ez nem lehet más, mint a költő. Szőcs Géza versei mellett regényei és drámái is ismertek, hogy alkotó munkájához mit adott hozzá az élete, arról a költő így vallott. Az a plusz, amit az ember élete ad hozzá az irodalmi alkotásaihoz, az Petőfi Sándor, de lehet, hogy Balassi Bálint óta mindig leválaszthatatlan az esztétikumról. Mindig tudjuk, hogy igen, ezt egy olyan költő írta, aki. Amikor az ember tollat ragad, megpróbálja az írással mindazt kompenzálni, amit a gúzsba kötöttsége miatt a való életben lehetetlen megvalósítani. Szőcs Gézát 2013-ban Babérkoszorú díjjal tüntették ki. 2015-ben Kossuth díjat kapott az egyetemes magyar irodalmat erdélyi gyökereiből táplálkozó egyedi stílusú művészetével gazdagító költői, írói alkotó munkája elismeréseként. 2020-ban a Gróf Széchenyi család alapítványa a Magyar Dráma Napja alkalmából a Széchenyi örökség okmánya elismerésben részesítette.
Szőcs Gézát Romániában folytatott tevékenysége miatt 1982-ben letartóztatták. Szabadulása után is állandóan zaklatták a Securitate emberei, és végül elüldözték az országból. Svájc 1986-ban a román hatóságok tudomására hozta, hogy amennyiben Szőcs Gézát kiengedik, biztosítja számára a menedékjogot. 1986. augusztusában így Svájcban telepedett le, az emigrációban pedig tovább folytatta Ceausescu ellenes küzdelmét. Hogy miért vállalta ezt a küzdelmet, arról így vallott. Politizálni kezdtem, magam sem tudom, hogyan jutott el ide az általános viszonyokkal szembeni ellenérzésem és ellenkezésem. Ez érvényes volt az irodalomra, az irodalomban létező konvenciókra, érvényes volt az akkori diktatúrára, a nagyon szigorú szabályokra, és a kezdeti ellenérzésem, viszolygásom annyira megerősödött, hogy a nyílt konfrontáció vállalásáig is eljutottam. Bennem volt egy olyan fantasztikus optimizmus, úgy éltem meg az életet, hogy aminek meg kell történnie, megtörténik. Az ellen úgysem lehetséges kapálóznunk, de egész az utolsó pillanatig emelt fővel kell fogadnunk azt, ami ér bennünket. És ennek megfelelően éltem át ezeket a helyzeteket. Ha választhatnék, hogy újraéljem minden nyomorúsággal, tragédiával, szörnyűséggel és rémséggel együtt, habozás nélkül igent mondanék. Tisztelt gyászoló gyülekezet, most Szőcs Petra búcsúzik édesapjától. Édesapám iszonyatosan fel lenne háborodva, hogy meghalt. Pár órával azelőtt, hogy rátették volna a lélegeztetőgépre, azt mondta munkatársának, Bájer Dóci Péternek. Milyen koronajárvány? Februárban már Sánkhájban leszünk, hogy bemutassuk a magyar építészeket. Készítsd az anyagot, csomagolj. Pedig meghalt. Elvitte a világjárvány. És ezt ugyanolyan nehéz elfogadnom, mint neki. Többször kellett volna beszélgetnünk, és mivel nem volt bőbeszédű, úgy érzem még több alkalomra, még több évre, évtizedre lett volna szükségünk. Most tűnik fel, mennyire odafigyelt ránk. Nemrég vitaminokat hozott nekem, annak ellenére, hogy nem hitt a járványban. De elfogadta, hogy én félek. Távolról volt jelen. Vagy közelről. Ezt nála nem lehetett megállapítani. Gyerekkorunkban például azt mondta nekünk, hogy három szeme van, és akkor is lát minket valamelyikkel, ha a másik kettő csukva van. És biztos volt abban is, hogy több életet kapott. Ezt írtam. Életem egyszer már véget ért. Ez most a ráadás, ha nem is a végső, mégis a föltámadás. Valami morajló folytatás, melynek hullámverése mélyén ott rejlik, rejtőzik halálod, mint lakatlan képzett társítás. Ez most az utolsó utáni még egy esély. Így járkálj hát a földön, így aras, így szeres, így élj, így beszélj. Azt gondolom, hogy így élt, és hogy már nagyon sokszor meghalhatott volna. Mindannyian tudjuk, ahogy vezetett. Sok ráadás életet kapott. Most is ebben reménykedtünk, és nem hisszük el, hogy ez volt az utolsó. Egyszerre volt több helyen. Éppen ezért még csak most kezdem el érezni a hiányát. Tegnap előtt meglátogattam a pomázi ravatalozóban. Annak ellenére, hogy nem illik hozzá a halál, ez az utazás olyan volt, mintha ő írta volna. Vörös levelek, ködös dombok, rozoga sváb kunyhók, névtelen madarak száncsattogtatása. És amikor odaértem, egyszer éreztem úgy, hogy vele találkozom, és hogy valaki mással.
A családfát láttam, nagyapámat, dédapámat és az összes férfi rokonomat. Egyszerre volt ott és nem ott, egyszerre volt ő és nem ő. És most egyszerre van itt és sok más temetőben. Hazavárják a házsongárdon is. Édesanyja és az öccse Kolozsváron gyászolják. Ezt írta valamikor a novemberről. Olykor másszor a november eljátszik a nevemmel, és a név megtelik esővel, és mindszentekkel, és házsongárddal, gyertyafénnyel, és temetővel. Hát eljátszott nevével a november. És most nem tudom, mivel lehetne útjára engedni. Sirálybőrcipővel, hajócsavarral, zuzmótortával, vaddisznópipacssal, ilyesmikkel. Vagy úgy, hogy megtartjuk a szokásait, és akkor köztünk marad. Apám az ellenfeleivel szemben is toleráns volt, és úgy volt magyar, hogy egyetemes volt. És annyi emberen segített, számára ismeretleneken is. Neked pedig nem mondom, hogy nyugodjál békében, mert ideges lennél, mert a nyugodjál szótól is. Idő előtti volt ez a távozás. Csináld azt, amit szeretnél. Legyél ott, ahol akarsz, akár több helyen is. És amennyire lehet, maradj azért velünk. Köszönöm Szőcs Petrának a búcsúzást, és most folytatódik a gyászszertartás. Ami további segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes Szent Háromság, és Jézus Krisztustól, ami Urunktól, aki elsőszülött a halottak közül, övi a dicsőség örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, szerettünk nyitott sírjánál a feltámadás igéjét, Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott levelében, a 4. részből. Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk és megmaradunk. Velük együtt elragadtatunk a felhőkön az Úr fogadására, levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Amen. Gyertek, valljuk meg az örök életbe és a feltámadásba vetett hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Ezzel a reménységgel engedjük el minden élő kutyán szerettünket, Szőcs Gézát, az Úr adta, az Úr vett el. Áldott legyen az ő neve. Hadd menjek, Istenem, mindig feléd, fohászkodhatjuk együtt. Fajdalmunk
hogy kértem, jó Istenemet. Én Istenem, rendelj szállást, bárbe gondom, Szőcs Géza munkásságát számos díjjal ismerték el. Már első verses kötete megjelenése után egy évvel, 1976-ban megkapta a Romániai Írószövetség debüt díját. 1986-ban Robert Graves díjat kapott, és Füst Milán díjat is. 1992-ben elnyerte a Déri Tibor, 1993-ban pedig a Bethlen Gábor díjat. Szintén 1993-ban József Attila díjjal tüntették ki. 2006-ban Magyar Művészetért díjat vehetett át, 2008-ban Limpopó című regényéért pedig megkapta a Romániai Írószövetség díját. 2009-ben a Bécsi Európai Akadémia nagy díjjal jutalmazta. 2010-ben pedig Báthori díjas lett. 2013-ban megkapta a Magyarország Babérkoszorúja díjat, 2015-ben pedig Kossuth díjat vehetett át.
Szőcs Géza a magyar kultúra és irodalom egyik legmeghatározóbb alakjaként, miniszterelnöki megbízottként, kulturális főtanácsadóként és korábban kultúráért felelős államtitkárként is elszántan segítette a kormány munkáját a nemzeti kultúra megóvásában és a magyar kultúra népszerűsítésében. Szűcs Gézának sokszor feltették a kérdést, mennyiben érzi költőnek és mennyiben politikusnak magát. Ő azt felelte, hogy nem mindig bontható szét egy ember énje politikusi vagy költői énre. Nem biztos, hogy külön sapkákat viselünk. Az a sapka valahogy össze van szövődve. És azt hiszem, az egész életemet meghatározza, legalábbis ez a szándék, hogy olyanok helyett is megszólaljak, akik nem akarnak vagy nem tudnak beszélni, holott fontos üzenetük volna saját magukról, a közösségükről és a közösségükhöz. És ebben már nem bontható szét politika és nem politika. Együtt, úgy, ahogy van, az vagyok, aki vagyok. Füst Milán szavaival, ez mind én voltam egykor.
Tisztelt jászoló közösség! Az áldást követően a temetési szertartás lezárásaként énekeljük el közösen a himnuszt. Szeretettel hirdetem, hogy holnap a gyülekezet közösségében megemlékezünk szeretetekről, és imádkozunk mindannyiótok vigasztalásáért. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Isten áld meg, ó magyar, jó kedvel hőséggel, nyújts felé. Kedves nézőink, közvetítést láthattak a Pilis Csabai temetőből, ahol november 5-én elhunyt Szűcs Géza, József Attila és Kossuth Díjas erdélyi magyar író, költő, újságíró, politikust utolsó útjára kísérték, és református gyászszertartás keretében adták meg a végtisztességet családtagjai és tisztelői. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Thank you.